nagyszabású versenyt rendezett szombaton a Dynamic Rock'n'Roll Club. A sportcsarnokban mit kell tudni erről a versenyről? Az idei évben a szövetségtől a nemzetközi kategóriáknak a versenyrendezését kaptuk meg. Ez azt jelenti, hogy a VRRC színeiben, akik indulhatnak világkupán, Európa-bajnokságon, világbajnokságon, most azok a kategóriák és azoknak a táncosai jöttek el Ajkára. Honnan érkeztek a versenyzők? Hát az ország összes olyan városából, ahol rock'n'roll klub és egyesület működik. Ezt úgy kell mondani, hogy Győrtől Szegedig és Pécstől Debrecenig. Összesen hány egyesület mérettette meg magát? 28 egyesület volt, és közel 400 táncos részvételével. Milyen korosztályokban és milyen kategóriákban lehetett versenyezni? Páros kategóriáknál a serdülő párok, junior kategória és B kategória volt versenykategória. Sajnos A kategóriából a legmagasabb szint a párosoknál, ott visszalépett két páros, itt csak bemutató volt, de nagyon nagy sikerrel bemutatózott az A kategóriás budapesti páros. Hogyan zajlott ez a verseny? Ez a verseny úgy zajlik, hogy a nagy formációs kategóriák, akik az elődöntő és reményfutam döntőkben is saját zenére táncolnak, őnekik kell egy pályabejárás biztosítani, ők kezdték az egész napi programot, utána a párosoknak az elődöntője, reményfutam, középdöntők, és úgy jöttek újra a lányformációk. Lányformációból junior és felnőtt kategória volt, és ők fogják képviselni Magyarországot a világversenyeken. Kik szerepeltek ezen a versenyen a Dynamic Rock'n'Roll Klubból, és milyen eredményeket értek el? Válogatott párosunk, akik már a tavalyi évben is jártak világversenyre, Por Dániel és Bárdosi Violett, ők junior kategóriába, páros kategóriába versenyeztek, nagyon-nagyon szép eredménnyel, épp hogy lecsúsztunk a dobogóról, negyedik helyet sikerült megszerezni, úgyhogy továbbra is biztosított a válogatottság, de azért ezt hozzá kell tennem, hogy szinte világbajnoki döntő is lehetett volna Magyarországon, mondhatjuk így is, hisz itt táncolt a junior világbajnok, itt táncolt a junior világranglista harmadik és negyedik helyezettje, tehát magyarul ez egy nagyon-nagyon szép eredmény. A junior nagy lányformációnk, és itt volt a versenyen, ők is döntőbe kerültek, és nagyon-nagyon szép eredményt értünk el, hatodik helyezettek lettünk. Itt azt kell mondani, hogy volt bent kicsike rontás, és talán ha az a rontás nincs, akkor, vagy mondhatnám, hogy biztos, hogy egy kicsit előbbre végzünk, új volt a koreográfia, új volt a felállás, és bízunk benne, hogy az a rutin jön majd a következő versenyeken. Ön mennyire elégedett ezekkel az eredményekkel?
Én nagyon elégedett vagyok. Hát körülbelül a Danitól és a Violettől ezt vártuk, hogy ők ott a döntő középtáján. A lányformációtól egy kicsit többet reménykedtünk, de reméljük, hogy a Paradise is fog még előre lépni. Azok a kicsik is felléptek ezen a versenyen, akik egyébként nem versenyeztek. Igen, olyan kategóriákban, ahol van versenyző csapatunk és párosunk, a bemutatót, a szüneteket töltöttük ki, bemutatót csinálták a gyerekek, ők nagyon szívesen jöttek bemutatózni, és bemutatóztak azok a gyerekeink is, akik még nem versenyzők, de az utánpótlás csoportokba táncolnak. Nagyon nagy sikerrel bemutatózott Csite Adrián és Halmai Jázmin. Ők még a zsűrinek a tetszését is nagyon-nagyon kivívták. Adrián első osztályos, Jázmin még óvodás, reméljük egy nagy utánpótlás reménység jön ki belőlük. Nagyon extravagáns ruhákat láthattunk ezen a rendezvényen. Számít-e a pontozásnál az, hogy milyen ruhában szerepelnek a résztvevők? Hát eleve a pontozás az úgy működik, hogy kategorizálva vannak a szigorú lábtechnika, a koreográfiának a kialakítása, a táncfiguráknak a nehézsége, és van egy olyan rubrikája a pontozólapnak, hogy ruha, térforma, tetszésindex bizony számít. Melyik klub volt a legeredményesebb szombaton, hogyha lehet ilyet kérdezni? Hát épp számolgattam ott az eredményeket, a Budapesti Mustang Sportegyesület, ők szerezték a legtöbb első-második helyet, de nagyon szépen végzett a Galaxy Szombathelyről, Budapestről a Rock and Magic, és én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon szép eredmény, hogy két egységünk indult, és mind a kettő ott táncolt a döntőbe. Kik segítettek a verseny lebonyolításában? Hát a verseny lebonyolításában elsősorban az edzők, oktatók, akik a gyerekekkel is foglalkoznak. Nagyon nagy munkát és újítást végzett Horváth Matán Szilvia és Horváth Márk. Látszik majd a felvételeken is, hogy megújult a hátterünk, megújult egy kicsit a dizájn itt a régi megszokott feliratokhoz képest. A Kövesi Kéra, Fülepi Anett, Burucs Barbara, ők mind-mind foglalkoznak évközben is a gyerekekkel, és nagyon-nagyon-nagyon köszönöm a szülőknek, nagyon nagy összefogás volt azoknak a felnőtt lányoknak, akik most nem versenyeztek, mert az ő kategóriákban nem rendeztünk versenyt, nagyon kivették a részüket végig a szervezésből, oklevelek írásából, versenykönyveknek az elkészítésében. Mi a helyzet jelenleg a Dynamic Rock'n'Roll Klub házatáján? Milyen versenyre készülnek most? Mi lesz a következő megmérettetés? Hát a következő megmérettetés a
junior lányformáció, akik most ott táncoltak a döntőbe a Paradise, szombaton Pozsonyba megy meghívásos világversenyre. Április közepén a Por Dániel és a Bárdosi Violett világkupán vesznek részt Krakkóba, és itt van nagyon közel Balatonfüred egy területi versenyt rendez, április 1-én pedig Budapestre megyünk, szintén a Por Dániel Bárdosi Violettel országos versenyre.